kezdődött, és amivel elkezdődött ez az egész diskurzus, az annak a mentén körvonalazódott. Az abszolútum a jelenlegi vállalkozók tömörítésével és egysége fogásával, egy önkormányzati erőtérnyővel a tetején könnyebben jutunk adott esetben állami forráshoz, mint egy-egy révész külön-külön. Tehát a dolog természetes logikája szerint, ha a tanulmány olyan stádiumba kerül, vagy akár az elején is, nyilván le kell ülnünk együtt az összes révésszel, eszköztulajdonossal, aki így dolgozik, mert hiszen a célunk közös. Nem az a célunk, hogy államosítsuk, elvegyük tőlük, hanem azt, hogy egy korszerűbb, jobb, folyamatosabb, a lakosság igényeit jobban kielégítő szolgáltatást teremtsünk, minél nagyobb állami forrás bevonásával. Világos. És hát abban reménykednek, hogy itt az elmúlás kapcsán taktikailag gyakorlatilag ezen a helyzetbe tudnak kerülni, vagy megfelelően tudnak tenni. Én azt gondolom, erről beszélgettünk már korábban, hogy szabaduljunk meg a hajótól. Én azt javaslom, hogy egy rendi közlekedési kommunikációs bizottság vegye tudomásul, ne értsen egyet, csak vegye tudomásul az értékesülést, hiszen tudunk valami csinálni, mert ez egy szakmai szakértői erőm, ezt tudomásul kell vegyük. És támogatjuk, hogy ezen a 4 millió forint, minimum ezen a 4 millió forintos áron az érdeklődőnek értékesítsük. A kerti korán döntésének megfelelően javasoljuk a KT-nak, hogy a polgármester úr kössön szerződést a reménybeli elővel. Ezen az egyik dolog. A dolog másik része, és ebből még beszéljünk három mondatot, azt javaslom, hogy javasolj képviselőtestületnek, hogy a Szigetmonostorhajó értékvesztése miatt indítson kártérítési tárgyalást az üzemeltetővel. Ugyanis az nem a természetes kopás része, hogy nincs benne akkumulátor, az nem a természetes kopás része, hogy elemi alkatrészeket kivettek be, kiszedtek előre, ami működésképtelenné teszi a hajót. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket nem jelhetjük le. Tulajdonosként mindenféleképpen az üzemeltetővel, a bérlővel ebben az ügyben a tárgyalásokat kell folytatni. Az üzemeltetési bérleti szerződés az rendelkezésen? Most nem tudtam elővenni. Egyenlően azokat a dokumentumokat kerestük meg ezen a hajóval, amikor ennek a üzembeállítása volt. Mert az iratában azon a helyen, ahol a iratát mutatók indelzést nem találtuk, mert a nagyobb kutatást igényel ezeknek a kutatásokat a hajóval. A kulcs kérdés az az, hogy lássuk, hogy nálunk van-e még, vagy már visszaadtál. Ugye, mert ez az ilyen számomra a testületben és a szövetségben, és akkor a kommunikációs csatornákon erősítsünk. Ugye az információ nálunk van, viszont kevésbé van olyan ember, aki ezt az információt begyűjti, és megfelelő módon megjelenik újságban, interneten, bármilyen információs csatornán, és akkor erre próbálunk megoldást keresni. Az egyik megoldás nyilván az, hogy külső embert vonunk be, és akkor kerültük képbe a... Nyilván nem lett átgondolva, hogy a kommunikáció alapvetően arról szól, hogy vannak üzenetek, amiket el akarunk jutatni a célcsoportokhoz, és ennek vannak módjai, hogy hogyan. Tehát nyilván olyan, hogy Szigetmanostor nincs, mert itt él 2700 ember, ráadásul az egyik része Horányban, a másik része Szigetmanostoron, ráadásul a horányiak között nagyon sok üdülő van, aki csak nyaranta van itt mondhatni. Tehát meg kell találni azt, hogy milyen célcsoportoknak mit akarunk üzenni. Ez az egyik, ami szerintem nagyon fontos. Tehát az, hogy csak beszélünk, az ugye önmagában kevés. A másik, amit Zsoltával beszélgetéseimből leszűrtem, hogy semmiképp nem szabad reaktívan kommunikálni. Tehát a MÁV-nál ott reaktívan kommunikáltak, valami történt, és a MÁV szaladt az események után, és többnyire elvérzett. Itt viszont proaktívan, tehát elébe kell menni a témáknak. Önök élnek itt, az emberek között mozognak, pontosan tudják, hogy mi foglalkoztatja az embereket.
én abban a párbeszélgetésből azt szűrtem, hogy például nagyon foglalkoztatja őket, hogy ez egy település, vagy két település, hogy mi horányiak vagyunk, vagy szigetonostörök, vagy mi mik vagyunk, vagy ha születik egy döntés, akkor az ellenünk szól, nem értünk, ez hogy van? Tehát ez biztos egy olyan góc, amit illik sűrűn kommunikálni, és sok-sok embert bevonni, és mondjuk véleményeket. Az infrastruktúra is helyzet, út, építés, csatornázás, hát most ugye láttam, hogy a csatornázási problémák hogyan merülnek föl. Tehát számos olyan dolog van, amit egyszerűen nem lehet utólag megmagyarázni, hanem szépen folyamatosan kell kommunikálni. Tehát a kommunikáció lényeg az, hogy folyamatosan kommunikálunk, gyorsan reagálunk, sokkal gyorsabban, mint mások. És ha nagy Isten van valaki, aki egyedül csinál egy honlapot, és ő megmozgatja itt az emberek fantáziát, akkor nem arra reagálunk, hogy ő miket mond, és mivel vádaskodik, és majd elindul egy ilyen soha véget nem érő adok-kapok, hanem a fejünkben van egy terv, vannak ötletek, és azokat mondjuk el, és ha éppen reagálunk-e közben egy vádra, akkor reagálunk, de nem az a cél, hogy valakire mindig reagáljunk, hanem az, hogy amit mi akarunk, mi azt mondani, hogy egy ilyen fórumon, ahol kritizálnak bennünket, ez milyen jó, hiszen más fizet azért, hogy egy tanulmányba kritizálják, és meg tudja, hogy mit kéne jobban csinálni. Tehát nem csak azért kritizálják az embert, mert bántani akarják, hanem azért, mert lehet, hogy az más azért, más a véleményük, más a percepciójuk. És lehet, hogy ha afelé tendálnánk a bank a termékből, akkor lehet, hogy a belső. Tehát én mindenképpen a hiteles, az őszinte, de azért a diplomatikus kommunikációt vagyok. Megnéztem természetesen a honlapot is, átböngésztem. Az volt az első gondolatom, hogy a kevesebb több néha. Tehát biztosan, amikor megállunk két kirakat előtt, és van egy butik, ahol mindent megpróbálnak bemutatni, és van egy másik, ahol csak a legfontosabb 3-4 dolgot, és aztán megvan az üzletbe. Tehát nekem, bocsánat, nem akarok megmondani segít, nekem ez az első butik jutott eszembe, hogy annyi információ van, hogy nem tudom, hova nézek, mit nézek. Úgyhogy az biztos, hogy majd hosszabb távon a honlapot át kell gondolni, és le kell tisztítani, mert így én úgy érzem eléggé szavaros. Tehát túl sok mindent akar mondani ott egyszerre. Ez nem azt jelenti, hogy tartalmakat ki kell írtani, hanem azt jelenti, hogy jobban kell. Tehát bevallom őszintén, Zsolt, hogy azt mondja, hogy én mindig nem értem 100%-ig, hogy mi lenne az én feladatom. Tehát oké, tudok írni és tudok szerkeszteni. Tehát ha itt valaki elmond valamit, azt én szépen le tudom írni magyarul, és úgy, hogy azt mondjuk emészthető legyen. Nem hiszem, hogy ezért a feladatért nem ír a rajonganék, hogy valakinek a szócsőre legyek, vagy ilyen egyszerűen fogjam. Ezt elég sokan meg tudják csinálni, de ez is nyilván az újságírónak, vagy egy író embernek, ez is a feladata. Tehát nem mondom, hogy ezt nem tudnám, vagy nem akarnám megcsinálni. De csak magában, hogy én cikkeket írjak és interjúztassak, az ugyanmagában nekem úgy elég kevés. Tehát én nagyon szívesen így végig gondolnám azt a környezetet, amiben ez a település úgy kommunikációs szempontból fekszik. Megpróbálnám azért segíteni azt, hogy a Dunakanyarban is jobban terjedjen a híre, de akár országosan is. És persze, hát írok nagyon szívesen cikkeket, de azt nem tudom vállalni, hogy Árulás Mátyás királyként járom a települést, és akkor megírom a dolgokat. Azt tudom vállalni, hogy eljövök, és szétnézek, és megismerkedem sokkal jobban a településen az emberekkel, de azért az információkat önöktől, tőletek várnám, hiszen ti életek itt, és ti tudjátok, hogy mi az, ami az embereket foglalkoztatja. Tehát ez az egyik. A másik pedig, hogy most beszélgetünk Zsoltan, hogy ugye az is feszültséget kelt, hogy azért elég sokan járnak ide a fővárosból, vagy valahonnan, lényeg az, hogy kívülről. Sokan akarnak itt letelepedni, ami szintén egyfajta feszültséget teremt. Tehát egy ilyen általános, mondjuk, hogy egy brandépítést is el lehetne kezdeni, ami pontosan azokat az értékeket helyezni előtérbe meg adná át, ami egy olyan kört vonzana ide, amelyiket aztán így szívesen... Én azt gondolom, hogy úgy lehetne megoldani lehető legolcsóbban a hiányok pótlását,
hogy ki kellene jelöljünk, itt a végén meg is jelöltük, hogy a Horány György út, Szent Erdei út, ne felejtsük a környékéről, érdemes lenne a meglévő, működő 25 lámpatestet leszerelni és áttenni oda, ahol egyáltalán nincs, és egy hosszabb útszakaszra kísérleti jelleggel új technológiát felrakni. Az persze macerás dolog, mert hiszen egyrészt ugye az beruházás, másrészt nem elég két oszlopanként lámpatestet tenni, mert ezek az új modern lámpatestek, ezek nem szórt fényt adnak, hanem egy idézőjelbe teszem, irányfényt jelentenek, tehát nem olyan nagy a bevilágítási képességük az új ledes lámpáknak, mint a ma meglévőknek. De én azt gondolom, hogy a legmocsóbb és a leggyorsabb megoldás ez lenne most a jelen pillanatban. És azt is megnéztem, amit a Szabina elküldött, meg többet is megnéztem. Ugye a Szabina küldte el az elsőt ma reggel nekem kérdésem, megint tőletlenül, hogy ő csinálta. Majd utána mondta, hogy az Anikó is küldött egy másikat, egy javított változatot. A javított változatban annyi a javítás, hogy kimaradt belőle a jegyző. Miközben egy nagy településen, egy nagy városban a dolgok logikája szerint jobban meg lehet osztani a munkát. Ugyanakkor viszont a Szigetvonostori Képviselőtestület szervezeti működési szabályzata azt mondja, hogy a jegyző felel az intézmények felügyeletéért, az intézményvezetők felügyeletéért. Magyarul én azt gondolom, hogy a faluház, az újságoló, az az egyik olyan intézménye a településnek, ahol a jegyző hatás van. Na most, ha megnézzük, ha tovább görgeted a működési szabályzatot, akkor a kiadónak összesen 1, 2, 3, 4 olyan pontja van, amelyben azt mondja, hogy felel a Nemzeti Hírközlési Hatóság felé történő bejelentésére, felel a lapszabály szerint kiadásáért megjelentetéséért, felelős szerkesztővel, szerkesztőivel kapcsolatot tart, biztosítja a terjesztői feladatok ellátását. Én azt javaslom a pont áthelyezését a következő bizottsági ülések tekintve, hogy ezek az anyagok ma reggel kerültek a szerverre. Én személy szerint ezt nem tudtam megnézni. Az Andi az eskéje után ezt majd szavazóképes Isten igazából, úgyhogy nekem ez a javaslatom. Háttéranyag elment rendelkezésre. Egyébként azt valóban, megkeresni, egyébként javaslom ezentúl, hogy a háttéranyagokat valamilyen időkorlát szerint próbáljuk meg fölötenni, ne az legyen, hogy egy olyan a bizottsági előtt, mert akkor az sportszerű után bizonyos szempontból. Mindig pénteken kerül föl, ez egy a hajónak a értékbecsülésre sem volt fenn. Nem volt fenn. Hogyha hétfőn kaptuk meg, így nehéz volt föltenni. Jó, mindent, tehát akkor, minden. Akkor azt ne tárgyaljuk másnak. Javaslom. Sürget bennünket a pár időt? Nem, most sürget. Mutatjuk az irányt is. Akkor nem hosszuk el. Kérlek, hallok. Andrea? Hasz. Jó. A bizottság úgy döntött, hogy a újságból szervezeti működési szabályzatának tárgyalását a januári UKKB ülésre áthelyezi, és javasolja a KT januáris ülésén elfogadni. A híre van, szóval több változat, annak vannak finom paraméteri a változatai, lényegében nincs különbség az egyik által ismertekkel. Az ütemterben sincs változás, az utcán volt tervező, hogy a környezetvédelmi szakvélemény kijön a jövő évben, jövő év elején, most év végén beadják, jövő év elején első negyedévében megkapják. A jövő évben el tud készülni az engedélyes terv és párhuzamosan a kiviteli terv, 2020-ban el tud akkor kezdődni, és egyszer együtt futhat a keretlőt a szerzés, ami egyébként a ténylegesség a szerzés, akkor 2021-ben az építés megvalósítható, és azt reálisnak látja, hogy miatt pedig a két év szükséges álláspontjuk szerint. Ennyi az információ. Köszönöm szépen. Szokás szerint határozat nélkül elnyelvedik a tájékoztatást, sajnálattal veszik tudomásról, megint nem történt semmiről vannak be ebben az ügyben. Elmúlás kis híd, bekapcsolatos információ. Itt sincs további
feljelenünk azt, hogy az SMS úgy módosulna már, ami bennünket illet, hogy Andreával egészül neki a bizottság, a képviselőtestület szerencsétlen személyemet javasolja a bizottsági elnöknek, és Tibort javasoljuk bizottsággal elnökének egyenlőre. De formálisan ezt a bizottságnak kell ezt a döntést meghoznia, tehát úgy fogjuk majd csinálni, tartunk egy rövid szünetet, a bizottság megválasztja, és utána a testület jó alapja. Én is eldöntöttem Tibor, hogy hol van. Ezt azt szeretnék, hogy a tél folyamán a közbeszerzését lemonyolítanák, és akkor amit az illegelőre tudnak kifognák a munkának is. A másik a csapadékvizelvezetés, és pályázatot is elkezdtük, mert a munkát, aki járt a Pajcsi-Rénszk utcába, látta, hogy jól működik a csapadékjelvezető árok, amit most kiástunk, de nem ez lesz számára is a gondolat, hanem ebben egy zárt esővizelvezető csatorna került bele, amit félre van tél ott a parton, meg is lehet figyelni, hogy milyen jel és kulókás. Számos kritika éri az önkormányzatot emiatt a martaszfaltos burkolat miatt. Én úgy vélem, hogy a martaszfaltos burkolat több, mint amit a csatornázást követően kötelezően el kell, szerződés szerint el kellett végezni, hiszen a szerződésben az volt, hogy csak nyomsávot kell nekik rendbe tenni. Az jelenti azt a 80 centit, ami a csatornáról ott van. Na ennél azért többet csináltunk. Ennek egyetlen egy baja van, ezt tudjuk, hogy folyamatos karbantartást igényel, amire reményeink szerint folyamatosan sor is fog kerülni. Ugye elhangzott polgármester úr tájékoztatása révén, hogy rendeltünk újra a martaszfaltot, hogy a hiányokat pótolni lehessen. Egy hirtelen ötlet volt, amikor ezt megláttam. Ez egy olyan hajó, amit pont lehet vezetni a kis hajóvezetőivel, tehát nem kell a nagyhajós jogosítvány hozzá, mert pont 20 méter alatti és 40 fős a befogadó képessége, 12 millió forint körülbelül, tehát ez Várnában van, Bulgáriában, és alkalmas ilyen sétahajózásokat csinálni, például a sziget körül, tehát ilyen turisztikai látványosságnak is jó lehet. Van egy zárt része, van fedélzete, ahova ki lehet ülni, van benne egy kis büfé jellegű rész, és egy kétszemélyes lakóterület is van a személyzet részére. És akár, na most ezt ki tud kötni akármelyik kontnak a kikötőjénél. Egyébként a Mahart jelezte, hogy a határcsáról mellett érzem, még szemben van a régi pénztárral azt, aki kötött, ő fel akarják újítani jövőre, úgyhogy ott aztán már pláne ki tud kötni, de a többi helyen is igazából ki tud kötni. Tehát valamivel ez nagyon... Tengeri hajó, bocsánat? Ez tengeri hajó? Nem, ez egy folyami hajó. Folyamon is okay. Teljesen dolgokat. Tehát 20 méteres, ugye a sziget most a hajó az 15, tehát az összehasonlításként azért értem, hogy járni az ott a technikai adataira. Most ilyen hajóból egyébként nincsen sok a meghirdetve, de azért van egy pár, ezt most csak így példának hoztam. És akár azt is meg lehetne csinálni, hogy nyilván 40 fő, nem 150, de valahány felnőtt mondjuk bejárhatna vele dolgozni, vagy ilyesmit, tehát tudna lenni egy-két költekkel. Nem tudom olyan pontosan, de... Erős? Ott vannak a tudatai valahol. Ott. Nem nagyon megy délre egyébként. Kettő része 15 méter vémelődés. Hát az elmondás. Az elmondás. Az elmondás. Az most elkérdés. Hát jó, de az már nyilván jó. Jó, mindent. Jó, most nem, okay. Ez csak egy példa, tehát most okay. Azt mondom, hogy menjünk és megyünk meg. Ízivedet Isten. Ízivedet Isten, így van. Jó.
Ha véletlenül szembe jön egy ilyen pályázat, amin direkt hajókat lehet egy önkormányzat számára, akkor egy-két ilyet lehet mindig találni minden évben.